belső sarok, ez lesz levágva. Itt nem 90 fok lesz, hanem két ilyen 45 fokos betöréssel. Ugye? Ez a lényeg. Vigand István plébános mutatja, hogyan alakul majd át a katolikus gyülekezet kápolnája. Az épületet az ide települő székelyek alakították át, ám ez megsínylette az építkezést. A Majos Értékeit Őrző Egyesület kezdeményezésére indult el egy folyamat, mely egy térben hasznosította a házat, s válhat majd kápolnává és közösségi épületté. Volt egy olyan egyesület, amelyik még a 90-es évek elején alakult, civil egyesület, aminek nagyon jó érdekérvényesítő képessége volt. Ebben az időben készült el Majoson a gáz, a szennyvíz, és Majosnak kábel TV csatornája is volt már a 90-es évek elején. Ez az egyesület tisztán civil egyesület volt, mindenféle politikai tevékenység nélkül. Ez nagyon fontos, és nagyon jó eseményeket szerveztünk, és ez bizonyos okok miatt, elsősorban családalapítás és munkahely keresések miatt ez megszűnt. Viszont most újra élet néhány éve, az első hívó szóra, a részben a régi tagok, de csatlakoztak hozzá új tagok is, akik nagyon aktívak, és újra élet az egyesületi élet. Viszont nem volt helyszíne, és itt egy nagyon szerencsés találkozás érdek azonosság jött létre. Megkerestük a katolikus egyház plébánosát, aki egyből igent mondott arra az együttműködésre, hogy mi megpróbáljuk ennek a felújításnak a költségeihez előteremteni az anyagiakat, ennek fejében pedig használhatjuk az épületet. Nagyon örültem a civil szervezet megkeresésének, és teljes mértékben együtt működünk ezzel a gondolattal, ezzel a kezdeményezéssel. Lesz egy újabb szintere a találkozásoknak, nem csak a katolikus hívek részére, hanem eddig is gyakorlat volt, hogy az evangélikus testvérekkel is itt összejöttünk, és közös ünnepeket tartottunk. A kezdeményezés tehát megvolt, csak hogy az épület felújításához jelentős finanszírozásra lett volna szükség. Bonyhád város önkormányzata azonnal a városrész segítségére sietett. Szerintem elsőként azt nagyon fontos kiemelni, hogy a majosi lakosság egy összetartó közösség. Ennek az összetartozásnak már nagyon sokszor tanulja elét adták, több alkalommal is, és több módon is. Említhetném akár a majosi futballt, hiszen ott is nagyon nagy az érdeklődés és az összetartás, de akár a hitéletet is, ahol most vagyunk. Ahol most vagyunk, az a katolikus egyház tulajdona, de a Majos Értékeiért Egyesület az, aki bérlője ennek az ingatlannak, és az egyesület már önkormányzathoz is fordult támogatásért azért, hogy ez az épület megújulhasson. Bonyhád város önkormányzata a célt és az értékeket támogatva 2 millió forinttal támogatta ez évi költségvetésből ezt az egyesületet. Természetesen ez az összeg nem elég ahhoz, hogy ez az ingatlan megújulhasson, de mindenképpen jó helyre került, és bízom abban, hogy hozzájárul ahhoz, hogy itt minden úgy alakuljon ki, és úgy épüljön meg, ahogy azt ők szeretnék. Eszmeiségben a civil szervezet az önkormányzati és az egyházi célokhoz nagyon közelének érzi magát. Tehát itt nem egy buli központot akarunk létrehozni, hanem szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki, aki Majoson a civil élet értékeit fontosnak tartsa, legyen egy normális környezete. Az egész falunak egy óriási fejlődés, hogy egy falu központjából levő épület megújul, és minőségi lesz. A kezdeményezéshez a kormányzat is támogatást nyújtott. Nem csak a szentmisék alkalmával gyűlnek itt össze a majosi katolikusok és evangélikusok egyaránt, hanem különböző városrészt érintő ünnepek alkalmával. Ezek általában egyházi ünnepek, de közösségi események is, és ezért igazából az egyházi célok mellett egy közösségi célt, vagy közösségi célokat is kialakít, vagy kielégítene ez a beruházás. Gulyás Gergely miniszterura a saját miniszteri keretéből támogatja a beruházást 80 millió forinttal.
A jelenlegi tervek alapján a felújítási munkálatok a tavasz folyamán indulhatnak el, és várhatóan még a jövő év végére be is fejeződnek.